Két kategóriában is Oscar-díjra jelölték Alexander Nanau kollektív című filmjét, ezzel pedig a száz rendező már is történelmet írt. Korábban egyetlen romániai alkotással mért el ilyen sikereket. Nanau dokumentumfilmje ráadásul a végső győzelemre is esélyes a szakértők szerint. Alexander Nanau dokumentumfilmje a bukaresti kollektív szórakozóhelynél történt tűzesetet és az azt követő tragédiákat, botrányokat dolgozza fel. Az alkotás már számos nemzetközi elismerésben részesült, ugyanakkor az Oscar-i történetében példátlan módon nem csak a legjobb dokumentumfilmek kategóriájában, hanem a legjobb nemzetközi filmek között is jelölik. Ez példátlan, de azt mutatja, hogy nagyon szeretik a Kollektív című filmet, és ez azt mutatja szerintem, hogy ha már két kategóriában is előtték, akkor mindenkinek bevésődött a fejecskéjébe az akadémiai tagok közül, hogy ott bizony hát valami fontos dolog történik ebben a filmben mármint, és nagy valószínűséggel én szerintem, ha nem is nyeri meg a legjobb nemzetközi filmet, de a dokumentumfilmre szerintem 95%-os eséllyel pályázik. Német előtt szerint ez rendkívül nagy jelentőségű lenne a romániai filmgyártás számára, hiszen legutóbb 2012-ben Krisztián Mungiu Dombokon túl című filmje állt közel a díjhoz. Romániai alkotás azonban még sosem nyerte el az aranyszobrot. A 93. Oscar díjátadót április 25-én tartják.